Sziasztok, én Dezsőben Csavik, és elkezdtünk a legújabb videómhoz. Hol vagyunk, Bálint? Szevasztok, Vörösmarty téren. Vörösmarty. Mihály hol? Szombati napot írunk, és felhívtam Bálintot, hogy figyelj, tényleg nincs amit ma csinálni. Tehát, hogy egy olyan szombati napon vagyunk, amikor semmi programunk nincsen, kb. Úgyhogy eljöttünk kicsit vásárolni, szétnézni a városba, hogy mi van, enni egy lángost. Lehet ilyenkor lángost tenni? Lehet. Szeretnék lángost tenni. Inkább vegyünk neked egy vastagabb kabátot, mert iszonyatosan hideg van. Jó, de én nem számítottam ilyenre, tehát tényleg hideg van, gyerekek. Nézzünk pár jó kis téli cuccot, mit szólsz? Így van, nézzünk pár téli cuccot. Csupa turista minden. Mindenki turista. Ja, turista. De így mutogatnak rám, youtuber, mert látják, hogy a kamera kezel. Oh, YouTube, you're my friend, you're a youtuber. Valami turistát szólítsunk már, meg kérdezzük meg, hogy hey, yo, what's up, what's going on. A végén egy boltba fogom letölteni az egész napot. Banán érlelő május. Te várjál már. Pontosan. Mi van? Ezt nem hiszem el. Ombre. Nyilván jöttek. Hallod, én fél éve lakok Budapesten, de én ilyet... Én mindig látom... De. Én mindig látom az ilyen videókat, ha már tartalmadjátok. Haver! Haver! What's up, what's going on? Magyar? Magyar? Nem. Beszélsz? Valami nyelv? Nem? Gyerekek, mi van itt? Haver, mi a helyzet? Merre? Előre? Elmondom, tényleg nagyon hideg van, és így emberünk az így elmondaná, milyen szedben van, tehát egy rövid nadrág, felette egy ilyen hawaiios ing, Bálint az operatőrkészséget nagyon sok. Hey. De mit csinál egy szörfdeszkával, könyörgöm? Nem tudom, próbálom megállítani, kérdezzük már. Állj már meg! Mondjad, hogy stop! Stop! Megállt, tesó, megállt! Nem. Hím, a szörfözni megy? Te pocsolyába lehet. Duna, River Duna, surfing my friend. Na mindegy, menjünk vásárolni. Őszintén meghökkentő. De hogy én mindig látom az ilyen videókat, hogy ilyenek történnek Budapesten, nagyon jó. Instagramra a képet! Hallod? Bálint! Haver! Csúszik a nadrágom! Haver! Instagramra egy képet lőhetünk, vagy nem állsz meg? Nem áll. Kivágjuk! Hát hogy ezt hogy fogom összehozni? Na jó, próbálj meg megállítani, csinálj meg egy képet! Állítsuk már meg! Please, my friend, just stop! Ez igen. Nice! Nem helyi hülye. Azt nem tudjuk elérni, hogy adja ide a deszkát, hogy egyet szörföljek rajta. Hey, haver! Haver! Vedd el! Vedd el! Vedd el! Nem eladó? Nem. Jó, mindjárt meg leszek várva itt. Ő semmi. De a deszkával megfogva. De ez elmegy. Én voltam a pofátlan, elnézést kérek mindenkit. Hol valaki ordibál az uton és ott csapkodja a táblákat? Ezt láttad? Mi? Ezt felvetted? Mi volt? Hogy összenéztünk a szép orosz hölgyel? Mi nem vagy az állatkertben, mi? Bálint, ki kell hallgatni. Ki kell hallgatni, mert tuti megszökött. Úgy csinál, mint hogyha nem élne. Hát hülye, azt hiszi, elhiszem, hogy nem él. Menjünk tovább, úristen, a mai nap az engem kiakaszt teljesen. Zoli! Rendesz valamit? Szevasz, Zoli! Nem, ettünk már, nem. Mondjuk ez jó? Mondj már valamit. De tegnap megint ittatok, aha. Megkérdezték, hogy szeretnénk-e szegélyt nyírni. Szegvejezni? Szegélyt nyírni? Tudod, meg a kedvencem, Bálint, a szappanos. Ugye megvan ez, akik ajánlgatják a szappant, és Dominikkal megyünk a múltkor West Endbe. Te nem akartad megenni? De hogy mindenki, ugye mindenki meg akarja enni azt a szappant. Van ez a kis vékony, hosszúkás szappan, amit mindenki így... Én oda megyek. Mindenki így meg akarja enni, és akkor mondják, hogy no eat. Figyelj, oda mentünk Dominikkal. No eat, Dominik meg így... Very good! És vett még egyet. Hazaérkeztünk, és Szabika nagyon-nagyon nagy DJ. A Martin Garrixet is megszégyenítő mozdulatokkal a szomszédokat szórakoztatja. Most itt van Bálint is. Basszus. Te normális vagy? Szevasz, Bálint! Szevasz! Szia! Ha még egyszer a lábuddal hozzám érsz, de fejezd be! Ne dobjál cinivinisszel! Na, lesz a termék elhelyezés. Gyerekek, én már készen vagyok, de Bálint nem akar elindulni. Átöltöztem, úgyhogy szerintem Bálint mehetnénk. Men's not hot. Bálint, opa, milyen helyre hoztál te engem? Menj előre és nézd meg, légy szíves az utat. Te milyen helyre hoztál? Ja, jó, hát akkor visszaülök. Konkrétan gyerekek, az autó annyira csúszik, hogy az valami elképesztő. Bálint, túrjad a havat! Ú, gyerekek, ez nagyon para. Kvadozol, Bálint? Aha. Szia, apa, remélem nem nézed ezt a részt. Itt megyünk, haladunk előrefele. Az a lyuk mondjuk, az nagyon jó lesz.
Na, mondjuk kikerültem, úgyhogy jól van. Szóval gyerekek, az a helyzet, hogyha itt le fogunk ragadni, akkor kb. Itt fogunk éjszakázni. Itt vagyunk, ott a lopott fa, gyerekek, ott a lopott fa. És egyébként benzinünk sincs elég, tehát nagyon jól állunk, haladunk előre felett. Konkrétan Bálint túrja a havat. Túrja a havat! Haladunk előre felett. Nyomjad, Bálint, szetteljed neki! Hoppá! Nincs nálam hólás, Bence. És szerintem előttünk elakadt az ember. Aha, ő elakadt. Nagyon okos lehetett egyébként, aki taxival ide felmerészkedett. Toljuk meg. Taxival följöttek ők vajon idáig? Igen. Visszafordulunk, mert nem megy föl. Akkor ezt nem mi is megtesszük. De miért, Bálint? Bence, mert nem megyünk föl. Bálint? Nem tudsz egy kicsit sem. Tessé, ez a terepjáról felfogad. Bálint, ne fordulj meg. Bálint, te nyomjad előrefele. Hát te túrjad a havat, Bálint. Túrjad a havat. Bálint. Gyerekek, nem lesz ebből normafa, pedig akartam egy képet, direkt beraktam ruhát, hogy átöltözöm majd, majd felveszek egy jacket. Téri képet akartam, hogy hát az autó az meg sem indul ott a háttérben, mert hogy csúszik. Szerintem ereszkedj le, komám, vagy kettesbe induljál. Köszönöm, hogy elhoztál ide. Hogy ezt láthattam. Mert a sztori. Mindig történik az én videóimban valami. Most konkrétan beragadtunk a normafánál, és nem tudunk felmenni. Pedig nagyon jó lett volna felmenni a normafára. Nem értem, hogy miért egy Isten háta mögött útat választottál te. Hát a GPS-t ezt ide nézd vissza? Nem olyan kényelmes, mondjuk így. Menjünk fel, Bálint. Nem megyünk fel, menjünk normafára. Nem. Na. De milyen sötétben? Itt vannak medvék? Azok csak nátok vannak Erdélyben, Bence. Nézd ide, vissza kell jussunk, úgyhogy most kocsiba be. Fel akarok menni. Pattanjunk be, ez nem a takarali. Vegyünk egy kvadot. Na, gyerünk, ott egy kvad egyébként, menjünk érte vissza. Na, gyere. Ki lehet vajon bérelni? Sielni szeretnék. Hopp, nyugi. Fa, vagy mi van? Bálint megtérült, úgyhogy indulunk előre fele. De szerintem kiülök az ajtóra, és onnan fog tudósítani hát, a kedves nézőknek. Na, Bálint. Kapaszkodjál, légy szíves. Hallod, nem volt pénzed tetőre? Látod. Mondhatnám azt is, hogy az M3-ason vagyunk, olyan a forgalmi dugó itt jelenleg. Úgy állunk, hát azért pár autó van, Bálint az sztorizik rólam, éppen megy a napi vlog, ugye? Bálint! Csá! Hallod, hogy téged mindenhol ismernek, ezt nem hiszem el! Följöttünk vlogolni, de hát... De hát... Oh. Menjünk, eszünk egy jó levest inkább! Bálint azért nem hókotróval vagy, óvatosabban! Túrjad a havad! Hello! Nem semmi ez az út egyébként, engem most ez nagyon Erdélyre emlékeztet. Jól van, gyerekek, a városból jelentkezem, ha ki tudunk jutni, ha nem, akkor itt töltjük az éjszakát, de tartalom szempontjából legalább jó lesz. Nem vagyunk thug life-osok, gangster életesek, milyen kifejezés van még? Ho-ho! Horgász! Ho jó stop! Fogjad! A város szemei rajt. Milyen helyre hoztalak, papa? Belátod egész Budapestet? Szevasz, 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 Zoli! Ne, nehogy! Hallod? Hallod? Ezt kapd el, ne a nátát! Nem tudom, a célzóvizet nem nagyon itt a papa, tehát ez neked most hiányzott. Figyelj, orosz lett, állj a kamerával velem szembe. Gyerekek. Várj, ezt lerakom inkább ide. Ne. Na, mi van? Eltalálni pont azt a lyukat, ahol a zsebemnél a telefonom van. Profi vagy. Ez a hajdúszoboszló, gyerekek. Egyszerűen. Elképesztő. És azt mondják, hogy Budapesten sosem áll meg az élet. Én egy darab kutyát hallok, hogy ugat. Feljöttünk és jöttünk visszafele. És? Hát, és? Mutassuk meg. Jött a mentő. Itt van minden most. Rendőr, mentő, házi buli hangulat. Jó, vissza fog rá. Konkrétan a disznóvágás hangait. Meg. Hú, ez a, elkaptak a rendőrök. Elkaptak a rendőrök. Clickbait. Na jó. Szánkok előkerültek a csomagtartóba. Ennyit. Mára reméljük lejutunk innen. Reggel jelenkezünk, amikor ki... Ajaj. Ott zajlik az élet fönt. Nagyon nagy próbálkozásokban vannak. Szabolcs. Szevasz. Szevasz. Hogy tetszik a póló? Jericho. Jericho a kure. Látod, Bálint Insta sztoriában, hogy mind mentünk el? Nem, mi, mesélj, mi van? Beragadtunk, erdei utakon mentünk, tele minden autókkal beragadtunk konkrétan, senki sem erre, kiszálltunk, kis csillerős parti, halk zene egyik autóból, fel a fényeket, rendőrautó, mentők, próbálkozó, kuplungot égető Fiat Punto. Jó. Hallod, így megáll a hegyen a sávba, kis Fiattal az egyik dobozossal, az akar kimenni a jeges úton, megáll, shitbox szerint ennyit halasz, és nem halad semmit. Rendőr úr, legnagyobb sztori, rendőr úr kiszáll az autóból, igaz történet, kiszáll, ránéz mindenkire, te nem a Dezső Bence vagy. Mondom, amikor már rendőr úr ismer fel egyébként, üdvözlöm innen is,
az azért kemény. Úgyhogy gyerekek, szerintem ennyi lett volna a mai videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, amíg nem vagytok. Hamarosan hazaér Dominik is, és a következő videón találkozunk. Én Dezső Bence vagyok. Sziasztok!